Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Pécsen. Kérem, hogy énekeljük el az Om Nám mantrát közösen, amely a tiszta univerzum rezdülése 7-szer. Om Nám. Köszönöm szépen. 2500 évvel ezelőtt, Sákjamuni Buddha idejében nagyon sokféle tanítás hangzott el. Mindenhol volt egy aszkéta, egy jógi, egy proféta, egy guru, és a hindusztáni félsziget a mai napig tele van olyan emberekkel, akik gyakorolnak valamilyen hagyományt, és a tanítást adják, hogyha felkérik őket. Sákjamuni Buddha több szinten adta át a tant. De az, amelyik nekünk most nagyon-nagyon fontos, az az úgynevezett virágprédikáció, és ez már önmagában egy ellentmondás és helytelen fogalomhasználat. A virág nem prédikál. A Buddha csak tanít. Onnantól kezdve, hogy valamilyen tant át kell adni, meg kell tudnunk, hogy az micsoda. Milyen tant adott át a Buddha? Elvégre mi vagyunk a 79. generáció, akik ezt a tanítást tanulmányozzák, gyakorolják, és hogyha olyan karmájuk van, tovább is adják. Egyszer a keselyű sziklán a Buddha elfoglalta a helyét, és több száz tanítvány várta, hogy megkezdje a dharma kifejtését. És ő nem szólt. A csend egyre mélyült, sokáig tartott, és egyszer a Buddha megfogott egy szál virágot, és felemelte. Senki sem reagált, kivéve egy már nagyon régóta vele gyakorló tanítványt, Mahakásyapát. Ő elmosolyodott. Mire a Buddha így szólt. Rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nirvána kapujával, melyet most átadok Mahakásyapának. Ez a tannak egy olyan szintű átadása, amely mentes a szavaktól, az írásoktól, a gondolkodástól, és elhoz minket egy olyan birodalomba, amely az ilyenség névre hallgat. Szanszkritul tathatá. A Buddhának nagyon sok megtisztelő neve volt, a világok által tisztelt, a magasztos, a tökéletesen megvilágosodott, de volt szanszkritul egy ilyen neve, hogy Tathágata, amivel a nyugati fordítók nem nagyon tudnak mit kezdeni, hogyha valamilyen közvetlen spirituális praxisban nem vettek részt. A Tathágata a Tathatából és a Gátéből áll, ami az ilyenség kapuja. Tehát aki belépett az ilyenség kapuján, ez a Tathágata. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a buddhizmusból is lehet vallást csinálni, ketté lehet osztani jóra és rosszra, szamszárára és nirvánára, és ezáltal valami lényegi pont elvész. Elvész az, amit a Buddha szavak nélkül fejezett ki
a virág felmutatásakor, és Malkásiapa tükrözött a mosolya. Az ilyenség nem jó vagy rossz, hanem visszatérés egy olyan tudatállapotba, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Amit Sákjamuni Buddha kifejtett egy mozdulattal, az az igazság ilyensége. Az ég kék, a fű zöld, a zenbot a kezemben van. Ez a pillanat tisztasága, amely egy a tudat tisztaságával. Tehát ha a tudatod világos állapotban van, akkor a pillanatot is világosan látod. Ha nem, akkor a gondolkodás, az illúziók, az érzelmek, a múlt, a jelen és a jövő síkjai átveszik az uralmat, a valóság pillanatnyi, teljes és tiszta érzékelése fölött. Ekkor az ilyenség felbomlik különböző emberi elme által teremtett kategóriákra. És mi ezeket hisszük el, és elhisszük azt, hogy a te eged az rosszabb, mint az enyém. Az én földem értékesebb, mint a tiéd. És a jóra és a rosszra szakított világ az, amiből egy hitrendszer vagy vallás segítségével újra egyet szeretnénk csinálni. A latin neve a vallásoknak, a religio, az újrakötés kifejezi ezt a vágyat. És a legnagyobb paradoxon az, hogy a tételes vallások annyit gondolkodnak, olyan rendszereket állítanak föl, annyi ellentétet termelnek ember és világ, jó és rossz, múlt, jelen és jövő között, hogy pont ezt az ilyenséget, ezt az egységet veszítjük el. Pedig a hagyománynak az a feladata, hogy eljuttasson téged addig a tapasztalatig, hogy az ég kék és a fű zöld, és az igazság éppen ilyen. Sun Tzu zenmester egy tanító költeményében így szól, gondolkodás nélkül már teljes vagy. Más fordításban megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá, egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja, és te, a tudatod. Azonosak vagy különböznek? Ha azt mondod, azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod, különbözőek, akkor is. Miért? 3×3=9. Ez a része egy nagyon fontos tanító költeménynek, amely minden zengyakorló elé, mint koan kérdés kerül, hogyha eljön hozzánk elvonulni. Ezzel tréningezzük a tudatot, hogy ne bontsa föl rögtön a valóságot olyasféle fogalmakra, amelyek olyanok, mint hogyha lábakat festenél a kígyóra. Magyarul ne projektálj. Ne hidd el a saját illúzió teremtésedet, és hogyha erre képes vagy, akkor mentesülhetsz más illúzióktól is, amiket mások teremtenek. De a hitrendszered előbb-utóbb definiálja, hogy te ki vagy. Amit hiszel, azzá leszel. Ha illúziókban hiszel, akkor egy illúzió gyűjtemény vagy, és nem tudsz jelen lenni. Az illúziók uralma a jelenlét hiánya. És aki jelen tud lenni, az mentes az illúzióktól. Tehát semmi másra nincs szükség, mint visszatérni ehhez a tiszta, térszerű tudathoz, az egyé vált tudathoz, amely nem bontja fel önmagát képzetekre, kategóriákra, ellentét párokra. Az egyé válás mozdulata az az egyé válás ilyensége. Amikor hallottad a bot ütését, egy pillanatra nem volt gondolkodás. Ez az egyévválás ilyensége, amely pont az emberben jelenik meg, mert ez a homlokcsakra, ez nyitva van. Tehát tudatosak vagyunk, valamennyire, és van önképünk. Ha van önképünk, akkor le tudunk válni az önvalóról. Ha azonosulsz az önképeddel, amely tele van ellentétes gondolkodással, érzelmekkel, képzetekkel,
akkor le tudsz válni arról az önvalóról, amely nem név, nem forma, nem gondolkodás, és nem ellentétekből van összerakva, hanem egyszerű és tiszta. Az állatvilágnál nem merül föl ez a probléma, mert bár gondolkodnak, de ez nem tudatos. Kondicionált, intelligens, nézd meg a delfineket, lovakat, sast, egyebet, de nem tudatos. Képesek a felfogásra, feldolgozásra, kommunikációra, de önképük az nincs. Miért? Ha lenne önképe a kutyának, akkor attól el tudna térni tudatosan. Tehát tudna kutyátlanul viselkedni. Akkor a macska tudna macskátlanul viselkedni. De csak az ember tud emberi természetétől eltérni, és embertelenül viselkedni. Erre csak mi vagyunk képesek. De ebből az is következik, hogy ember fölötti módon is csak mi tudunk viselkedni. Csak mi tudjuk meghaladni az énséget, mert bennünk tudatos. Csak mi tudjuk meghaladni az önképet, mert bennünk képzetté vált, le tudunk róla választódni. Eljuthatsz odáig, hogy nem hiszed el azt, amit az egoitásod állandóan sugdos a füledbe. Azt, hogy az ember valahol egy kertben megkapta az énképét, mert a jó és gonosz tudásának fájáról evett, az azt jelenti, hogy kihúztuk a dugót a palackból, és a szellemet, az énképet nem lehet oda visszagyömöszölni. De eloszlatni, azt lehet. Elfojtani nem érdemes, mert szaporodik. Megerősíteni nem érdemes, mert akkor a teremtett úgy tűnik, elkezd uralkodni a teremtő fölött. Ez pedig hozzánk méltatlan. Tehát lássuk azt a tudatot magunkban, amely eredeti, egyszerű és tiszta, és térjünk ehhez mindig vissza az egyéválással. Az egyéválás azt jelenti, hogy leválsz a részekről, leválsz a képzetekről, leválsz a névről és a formáról, és visszatérsz oda, ami nem összetett, nem keletkezett, tehát nem múló feltételekhez kötött és az okozatiságnak kitett. Az az érdekes, hogy enélkül a minőség nélkül nem látjuk jól se magunkat, se a világunkat, se az életünket, se a halálunkat. Tehát meg kell haladnunk önmagunkat ahhoz, hogy jól tudjuk önmagunkat üzemeltetni, mint ahogy műholdról készülnek a Földről a legjobb felbontású képek, amikor az egész Földet kell mutatni. Részekről nagyon könnyen lehet itt a Föld felszínén is, de az egészről nem. Tehát el kell szakadnom a Földtől ahhoz, hogy az egészet lássam, és miután láttam, nagyon másképp fogok idelent viselkedni, hogyha az az adat ide visszajön. Tehát ezért kell fölmenni a hegyre, leválasztódni az egyéni, páros, családi és csoportos karmáról, visszatérni az egyszerűbe, a tisztába, a látóhoz, és ezután nagyon másképp fogsz élni és halni. Miért? Mert láttad. Láttad a karmádat, hogy honnan keletkezik, hogy hová megy, és hogyha nem változtatsz magadon, akkor milyen emberként fogod leélni az életedet. Tehát mivel az állatoknak nincs szüksége az ilyenségre, mert ő bennük ez a probléma, mint dualitás nem merül föl, ezért a négyféle ilyenségnek az elseje, a nullpontja, az az ilyenség nélküliség, ahol erre nincs szükség. Ez nagyon fontos, mert nem abszolút dogmákat tanítunk, hanem olyasféle tanokat, amelyek helyzet és tudatminőség függőek. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a világban az emberiségnek lenne a legnagyobb szüksége az ilyenségre, de hányan jutunk el az egyéválásig? Mert a nulla után az egy, az az egyéválás ilyensége, amikor minden gondolkodást megszakítasz. Minden jövés és menés leáll. És utána felteheted a kérdést, hogy te most éppen ki vagy két gondolat között. Ha ez tiszta, akkor a tükör is tiszta. Akkor az is tiszta, hogy a padló barna, és a széksor előttem és mögöttem egy fekete felületen ül. Akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán ízlelsz, és tisztán gondolkodsz, lásd 3x3 egyenlő 9. Tehát a második lépés az igazság ilyensége.
Az igazi továbbvitel pedig az, hogy mire használod ezt. Ha már láttad az igazságot, mire használod? Nagyon sokan jól látják az igazságot, és csak önző módon használják, hogy nekem jó legyen. Látom mások vágyait, látom mások dühét, látom, hogy ezt hogy lehetne kihasználni, és hidd el, vannak, akik ki is használják. Attól, hogy tiszta a tudatod, még nem következik, hogy te ezt önzetlenül mások segítségére az ébredés szolgálatába állítod. Ez már egy külön bodhiszattva fogadalom, hogy a tiszta tudatot nem pusztán magadért sajátítod el, nem magadért használod fel. És így a negyedik és utolsó ilyenség az a működés ilyensége, amikor gondolkodás nélkül, ha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ez ugye túl egyszerűnek tűnik. Mint hogyha ezt nem is kéne kimondani. Hát ki az, aki ezt ne tudná? Hát hányszor fordult veled elő az, hogy akár egy családtag, aki állítólag szeret téged, inni akart adni, pedig te mondtad, hogy éhes vagy. És gondolatokra lett volna szükség, de állandóan érzelmekkel bombáztak. És úgy látjuk a másikat, ahogy mi szeretnénk, és nem úgy, ahogy ő valójában van. És ezért az igazság ilyenségéből következhet csak a működés ilyensége, és a lényeg tapasztalata nélkül, az egyévvállás nélkül a tükör nem lesz tiszta, és nem látott tisztán az igazságot. Tehát ez a négy, ez így áll össze. Ahol az egyévvállásra nincs szükség, ahol az egyévvállás megtörténik, ezáltal az igazság ilyensége letisztul, és a működés ilyensége nyilvánvalóvá válik. Itt, hogyha figyelted, egy darab duális kategóriát nem hallottál. Miért? Mert nincs rá szükség. A működés ilyenségében viszont van két fajta, csak azért, hogy teljes legyen a kép. Hogyha valaki szomorú, és te vele együtt szomorkodsz, az az alanyi egyévváló ilyenség. Valaki örül, vele együtt örülsz. De hogyha valaki éhes, akkor nem azt választod, hogy vele együtt éhezel, hogyha van egy mód arra, hogy tápláld. És így a második típusú működés, a tárgyi, odaforduló minőség az, hogyha valaki éhes, enni adsz neki. Ha valaki szomorú, megvigasztalod. Tehát itt egyfajta kiegészülés következik be, és nem pedig az állapot felvétele. Tehát a működés ilyensége kétféle lehet, alanyi egyévváló és tárgyi odaforduló. Ugyanis nagyon-nagyon sokan szeretnék azt, hogy ők beleestek egy sötét és mély verembe, és kiáltoznak segítségért, de amikor nyújtod a kezedet, akkor nem jönnek ki, sőt, megfogják a kezedet, és le akarnak rántani a gödör mélyére magukhoz. Mert valójában őket ezt tenné boldoggá, hogy te elveszítsd a gödrön kívüli pozíciódat, és vele együtt pontosan ugyanolyan helyzetben légy, mint ő. Oké? Gondolom, hogy ezzel mindenki találkozott. És ez az, amit nem lehet megengedni. Tehát nem akkor segítesz valakin, hogyha együtt panaszkodsz vele, hogyha elvállaltad a karmáját, hogyha úgy tűnik, hogy teljesen osztod a nézeteit, és lekerülsz arra a szintre, ahol ő van, mert akkor nem segítettél se rajta, se máson, magadon pedig rontottál. Tehát az emberi viszonyok nagyon jól leírhatók azáltal, hogy hol tévesztetted el az alanyi egyéválló és a tárgyi odaforduló közötti döntést. Mikor vetted el valakinek az önállóságát, és mikor csatlakoztál hozzá helytelenül? Nézd meg! És hogyha ez a kettő tiszta, akkor az emberi viszonyok is tiszták. Segíthetünk egymásnak az úton, de egymás hátizsákját nem vehetjük át. Miért? Mert azt te tetted a saját válladra, a saját karmáddal megtöltve. És ez a te felelősséged, hogy ezt a hátizsákot leted magad elé, kinyisd, és lásd meg, hogy mi van benne. És hogy ebből te pakolnál-e ki egy kicsit, tennél-e bele új dolgokat, vagy így, ahogy van, a hátadra veszed, és mennél tovább, és egy következő életedben ugyanezzel a hátizsákkal születsz meg, csak akkor nem tudsz róla semmit.
A születés és halál, hölgyeim és uraim, a legnagyobb tudatvesztés. Nem lehet elkerülni. Előről kezdjük. És a végén, az inkarnáció végén tényleg befejezzük. Hát azért nem érdemes gondolkodni arról, hogy mi van a kapun túl, mert ott a kapun túl nincs agyad, amivel fölfognád. Nincs szemed, amivel látnál, nincs füled, amivel hallanál, bőröd vagy tested, amivel éreznél. Ezért minden ilyen információ, ami az érzékszervek körébe tartozik, minthogyha ezt átvinnéd a kapun, hamis. Valakinek a gondolmánya, hogy téged megnyugtasson, felizgasson, megfélemlítsen, reményt keltsen, valamilyen képet adjon. Jó? Úgyhogy ha ezen útválasztásában valakinek segítségére lehetek, akkor örömmel megválaszolom a kérdéseiteket. Az a kérdésem, hogy ez a kapu ugyanaz, mint a keletkezés pontja? A keletkezés és megszűnés kapuja ugyanolyannak tűnik, de az egyik a keletkezés, a másik a megszűnés. Tehát a leszületés az egy anyamébe történik, a fölmenetel pedig a saját testedből ki. Tehát nem ugyanaz a kapu, de ugyanolyan súlyú az átmenet. Nem így értettem, hanem az egész világ keletkezésének pontjára utaltam. Az ott van a fejedben. Ez a világ eredetileg nem keletkezik és nem szűnik meg. A Buddha erről úgy szólt, hogy az anyag, az energia és a lények szüntelen áramlása. Tehát teljesen felesleges arról gondolkodni, hogy ez az egész materiális univerzum egy ősrobbanással keletkezett, vagy többel, vagy párhuzamosan, és a végén szétesik, vagy visszaesik, vagy lesz egy nagy recs. Ez azért felesleges, mert téged nem hoz el a felébredéshez. Egy újabb gondolatrendszert gyártasz le. A te tudatformádnak a keletkezése és megszűnése, a te karmád működése ebben a pillanatban, ez a feladat. Egyébként nyugodtan lehet róla gondolkodni, amit kérdeztél, csak a felébredés szempontjából, mások segítése szempontjából ez nem hasznos, és nem is haszontalan. Néha azt is megkérdezik tőlem, hogy szunyim. Mikor lehetett az első inkarnáció? Visszhangzik a múltba, így bele. És azt mondom, hogy most van. Ha jól csinálod, ez az első és az utolsó kényszer alatti testesülésed, az összes többi már akaratlagos lesz. Tehát minden egyes testesülésed ez. Mert az összes múltbeli inkarnációd ezzel az identitással ruházott föl, tetszik, nem tetszik, ez van, ez az arc néz vissza rád a tükörből, amelyikkel most rám nézel, és az összes többi későbbi inkarnációd magva ez. Ez a mostani. Ugye ezért kell nagyon figyelni, jó? Mit gondolunk, mit érzünk, mit mondunk, mit teszünk, mit emelünk be a lélekbe, mit teszünk ki belőle, és mivel azonosulunk? Mert a hitrendszer az kiadja, hogy te ki vagy. Nem amit hirdetsz magadról, nem. És nem amit posztolsz, az sem. Amit a nagyon intim kapcsolatodnak elmondasz úgy, hogy te érzed, hogy az igaz, az úgy közelít. De amit a szíved legmélyébe rejtesz, az a hitrendszer, az vagy te. Azt átvinnéd egy következő testbe? Szeretnéd? Vagy egy kicsit még csiszolgatni kéne azt, hogy jól érezd magad a következő életedben is ezzel a lélekkel? No kérem, ez a munka. Egyéb kérdés? Vajon hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogy az, ami elém érkezett, az egy akadály, ami azt mutatja, hogy inkább másfelé kéne menni, vagy másképpen kéne próbálni a dolgokat csinálni, vagy pedig egy feladat, amit meg kell oldanom ahhoz, hogy tovább tudjak lépni egy szintet mondjuk. Hallgass meg ezt a két mondatot. Erre én képtelen vagyok. Biztos, hogy nem tudom megcsinálni. Ez mi? Kifogás. Ebből születik az akadály. Ez az én dolgom, ezt meg tudom csinálni. Meg akarom lépni. Ez mi? Lelkesedés. Ez a feladat. Erről van egy nagyon jó történet, Ma Zhou Zen mester
fantasztikus, megvilágosodott ember volt. Jó pár kóanya benne van itt a könyvünkben. És egy napon szerzetesek egy csoportja meglátogatta tiszteletadás, leborulás, teázás, és megkérdezik, hogy mester, ki tudjuk Buddha úrunk gyönyörűséges szobrát faragni ebből a hegyből, amely a templom fölött áll? Igen, ki tudjátok. Hát mindenki boldog, mindenki el van telve egészséges önbizalommal. A találkozó véget ér, mennek ki, és az egyik szerzetes visszaszól, hogy mester, tényleg ki tudjuk faragni? Most már nem. Úgyhogy ezért kell vigyázni abban, hogy miben hiszel, és mire törekszel, és én javaslok egy más típusú kérdésfeltevést, ez pedig az, hogy mi vár téged a feladat megoldásával az akadály túloldalán, ahogy nézed? Magyarul érdemes-e átmenni a túloldalára? Illetve, ha leküzdöd ezt az akadályt, kivé válsz? Na ez a kettő, az alanyi és a tárgyas, ez nagyon jó ki kell, hogy rajzolja, hogy ez számodra követendő irány, vagy sem. Ezért szoktam mondani, hogy nekem legalábbis ezzel a leszületéssel sokkal jobb szolgálónak lenni a Buddha házában, mint top menedzsernek a pokolban. Jó? Tehát ezt nézze meg mindenki, hogy az irány, amit követ, az kivé változtatja őt, és hova juttatja. Ez mind-mind feladatok megoldásával, vagy kudarca, akadályok leküzdésével, vagy az arról való visszapattanással dől el. Nulla vagy egy. És ebből leszel te összerakva. Semmi másból. A döntéseid összessége vagy te. Így. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én az érzékenységről szeretnék hallani tőled. Nagyon megérintett a kérdésed. Teljesen elérzékenyültem, meghatódtam, és nem is tudok rá válaszolni. Tényleg? Miért van az, hogy emberek nyomogatnak gombokat a másikban? És miért pont azt talál be? Mert gyengék. Mert gyengék? Uh-huh. Ha tényleg erősek lennének belül, nem akarnának mástól energiát nyerni illegálisan. Ha lenne önbizalmam, akkor nem gyengítenék másokat. És miért van az, hogy bennem ez érzékenységet vált ki, vagy fájdalmat, vagy haragot, vagy elkeseredettséget? Mert eltalálta a vakfoltodat. Tehát eltalálta azt, ahol te még nem annak hiszed magad, aki tényleg vagy. És ezért kell az érzékenység mellé az erő. Tehát az az állóképesség, amivel kibírod. És az egyik nagyon könnyű út az, hogy hát az érzékenységről lemondunk, mert az olyan fájdalmas. Igen, csak ezzel a legjobb emberi minőségeinkről mondunk le. Ha meg csak erősek szeretnénk lenni, érzékenység nélkül, hát akkor itt a kétajtós szekrények birodalma, be lehet menni a kocsmába, lehet velük nagyon intelligensen beszélgetni, és hihetetlen kreatívak tudnak lenni. Szerszámmal együtt. Tehát az érzékenység és az erő jó, hogyha együtt jár. És én ezt javaslom mindenkinek, aki emberi testben él, hogy ezt a két minőséget, ezt egyszerre kéne gyakorolni. Ezt a Buddha korában Vimalakirti, egy kitűnő világi gyakorló úgy mondta, hogy a teremtetlen türelmes elviselése. Tehát nem itt a fényárban úszol, meg lebegsz, meg ilyenek, nem. A tiszta tudat gyakorlása elképesztő állóképességet kíván, hogy kibírd azt az illúzió zuhatagot, amit ő érzékenysége ottan tapasztal belül, ugye? Ez az igazi mentális állóképesség, hogy mindent látsz, de semmivel sem azonosulsz. Mindent érzékelsz, de egyikből se csinálsz ént. Ez lett volna a második kérdésem, na, hogy a fókuszt látod. Hogyan találjam meg? Amikor nem ragaszkodsz a gondolataidhoz, az érzelmeidhez, és ide szépen tantienben leviszed a figyelmedet, akkor minden a helyére kattan. Ezért szokta Sung San Zen mester mondani, ha a pillanat tiszta, minden tiszta, ha a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Na ez a fókusz. A legtöbb ember, aki mondjuk tárgyas meditációt folytat, és gyorsan
nagy eredményt szeretne elérni, az úgy jár, mint hogyha így meg akarná fogni ezt a zenbotot, így erősen, fókusz, és utána szeretnék inni. Nem tudok. Elfoglalja a tudat tárgya, a teljes tudatot, mert a fókusz csak eszközzel tudott megvalósulni. Ha pedig leteszem a botot, tehát eszköztelenül meditálok, akkor ez a tiszta, üres kéz elfelejtheti azt, hogy tud fogni. Tehát ragaszkodom az ürességhez. Az előző példában ragaszkodtam a formához. Tehát a fókusz az a jelenlét, amely nem függ attól, hogy a tudat tárgyas vagy tárgyatlan. Tudom, hogy elméletinek hangzik, de az öngyakorlat során erre tapasztalati úton rájössz. Tehát fókusz akkor van, ha ebben a pillanatban a tudatod tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, nem kezd el bemozdulni, nem tudja darabokra vágni az érzékelés, és tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, és a többi. És ezt kell tudni tárgyasan, és kell tudni tárgyatlanul. Kell tudni úgy, hogy gondolkodsz, és kell tudni úgy, hogy nem gondolkodsz. A jelenlét ugyanaz. Csak a tükörnek nem szabad attól összetörni, hogy 10 000 tárgy van előtte. És attól sem szabad összeroskadnia, hogy egy sincs. Ettől szoktunk a leginkább félni. Tehát ezért nem mondjuk le az érzékelésről, az érzékelés tárgyáról, az önképről, mert úristen, mi lesz velem nélküle? Kiderül, hogy sokkal jobban fogod érezni magadat. Tehát minden, ami illuzórikus, minden, ami én alkotó, az felesleges. A személyiségre szükség van, az egoitásra nincs. És sajnos nyugaton ezt a kettőt teljesen azonosítják. Pedig nem. Az egyik egy normális lélegző sejthez hasonlít, ez a személyiség. A másik egy titániumfallal körbevett erődítményhez, ahol mindent lezártak, és minden el van szigetelve, és csak aki az erődöt igazgatja, csak annak van igaza. Röviden ez a különbség, és ez elég nagy. Tehát erő, állóképesség és érzékenység, minőség egyszerre. És ezt gyakorlat nélkül nem tudod elérni. Megint jót kérdeztél, látod? Köszönöm. Azt nem mondd, hogy holnapra ez meg lesz, mert akkor nem hiszem. Ezt már nem fogom mondani. Jó. Egyéb kérdés? Szeretném megfogalmazni azt a aggodalmamat, ami ilyenkor mindig eltölt, amikor hallgatom ezt a szellemesen, és nagyon intelligensen megmagyarázott zen világképet, amit te előadsz. És az aggodalmam abból származik, hogy én magam is annyira élvezem, hogy ezt meg is lehet érteni, és közben pedig látom, hogy ez a megértés, ez tényleg csak egy ilyen pontig visz el. Hogy lehet átlendülni, időnként magamnak is, illetve hogyan lehet átlendíteni azokat, akik amúgy érdeklődnek nagyon, és boldogan hallgatják ezt, hogy micsoda gyönyörűséges rendszer ez, maga a buddhista világkép és a világ felépítése ezzel a szemmel, és mennyi sok mindenre ad választ, és ebben a gyönyörködésben megáll a érdeklődés. Hogy hát, lehet ezt egy picit tovább lökni? Egy tibeti tanító, valamint egy szürke egér segítségével. Kezdjük a tibeti tanítóval. Csogyam Trungpáról van szó, akinek egy fantasztikus szangája volt az Egyesült Államokban, és így 400-an hallgatták, elképesztően gyönyörű, na az gyönyörű dharmabeszéd volt, és a végén azt mondta a Trungpa Rinpoche, hogy ti most boldogok vagytok, én valójában sajnálok titeket. Ugyanígy nézett a Diamond szanga, mint most te, őszinte csodálatta, a szemöldök a tarkó felé mozdul, fülvonalába megáll. Miért sajnál minket Rinpoche? Azért, mert hallottátok a dharmát. És már nem tehettek úgy, mintha nem hallottátok volna. Tehát ez az az imperatívus, ami előbb-utóbb elkezd belül mocorogni, és hidd el, hogy senki nem mozgatja, csak a belső elégtelenséged, kíváncsiságod, tökéletlenséged, halálfélelmet, teljesen mindegy. Egyszer csak ez a kis szellemesnek tűnő tanítás belül elkezd megmozdulni, és akkor kényelmetlen. És ez azzal indult, hogy te érdeklődtél, és bejöttél, és hallottad. És már nem teheted azt, mintha nem hallottad volna. Ez az első. És amikor ez a belső mozgás elindul,
Néha úgy érzed magad, mint egy kis szürke egér, amelyik torkos volt, és éjszaka bement a spájzba, és frissen fejt, a hajnalban frissen fejt tejet oda a sajtárba lerakta az ember, és a kis egér lefetyelni akart, mert érezte az illatát, és így a sajtás szélén így belecsúszott a tejbe. Ez az, amikor elkezdesz gyakorolni. És rájött, hogy itt hatalmas baj van, ő már teleitta magát, de nem tud kimenni. Ekkor jössz rá, hogy ez az élet valójában milyen. És elkezdett ugye a sajtás szélébe megpróbálni kapaszkodni, mert az magas volt, és a kis karmai lecsúsztak a bonyhádi zománcról. És oda ment a lemeznek a hajtásához, a fű szegecseléséhez, mindent kipróbált, hogy kimenjen ebből a sajtárból, de nem ment, és szegényke, hogy csak ott kapálózott, és körbe-körbe egyszerűen fogalma se volt, hogy mi lesz, és már azt gondolt, hogy én itt pusztolok. Amikor látod a karmádnak a körbe-körbe menetelét, és gyakorolsz, és még mindig ugyanaz a mozi megy, és még mindig azokat a traumákat látod, és még a tudatosság így meglegyint, mint a tej illata, de még nem kerülték ki semmilyen szamszárikus körforgásból, és csak csinálod, és azt mondja, hát én itt fogok elpusztulni, hát ez lehetetlen, hogy életem vége előtt befejeződjön. És a kisegér ott nyomja, próbálkozik, egy idő után már pánik sincs, csak nyomja, és egyszer csak, amikor már nagyon reggeledik, valami szilárdat érez a kis tappancsai alatt, lenéz, és kiderült, hogy vajjá köpülte a tejet. Ezért szoktam a zent a közvetlen illúzióvesztés ösvényének hívni, hogy itt ne reménykedj semmilyen fényjelenségben, beavatásban, külső segítségben. Miért? Ha te elhatározod magad, hogy gyakorolsz, biztos, hogy meg lesz a spájz, a sajtár, meg a tej. Ennyi kell. És akkor elindulsz, és egyszer csak vajjá köpülöd a karmádat. Magyarul elkezdted olyan jól látni, annyira leválasztódni róla, annyira átalakítani, lásd zenkör, hogy már képes vagy mások segítségére. Mert ez a kisegér, ez meg tudja tanítani az összes többi rutintalant, hogy semmi másra nem kell gondolnod, csak arra, hogy kapálózz, hogy toljad, hogy csináld. És akkor egyszer csak vajjá köpülöd a tejet. Egyszer csak a karmádból bölcsesség lesz, együttérzés lesz, belőled egy más típusú ember lesz. De itt ne várjon senki ilyen reményteljes vallásos ideálokat, vagy félelmeket, egyik sincs. Úgyhogy aggodalomra semmi ok. És én nagyon örülök, hogy Kaposváron ennyi éve a te erőfeszítéseddel és most vezetéseddel zajlik a szanga élete, és én ezt hálásan köszönöm, mert akkor együtt kapálózunk a sajtárban. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A gyakorlással valóban elérhetem azt, hogy meglelem a létezésem értelmét, ami most nincs meg. Tehát, hogy ez a lélektelen rutin, fölkelsz, elmész dolgozni, hazamész, fölkelsz, elmész dolgozni, hazamész. És ugye most már az életem nagy valószínűsége második felében járok, és inkább nem kelnék föl, mert ez így szellemileg és lelkileg is egy borzasztó nihil. Meglelheted. Köszönöm. Szívesen. Szungszán zenmester mondta, ha ránézel erre az életre, eredetileg nincs oka, nincs jelentése, és nincs célja. De ha gyakorolsz és tapasztalsz, akkor a nagyszerű ok, nagyszerű jelentés és nagyszerű cél mind magától megjelenik. Szó szerint. Úgyhogy csak csinálni kell, és lebontani azokat az akadályokat, amelyekről kiderül, hogy feladat. El kell végezni a feladatokat, de már más tudattal. Ehhez kell az az elvonulás, vagy visszavonulás, ami a jelenségvilágtól való átmeneti leválasztódás. Erre azért van szükség, hogy letisztíthasd, és egy kicsit újra teremthesd önmagad. Mert másképp ugyanebben a kerékvágásban maradsz.
Úgyhogy igen, ez lehetséges, csak nagyon nagy belső munka. És ez a belső munka az, hogy nem csinálsz semmit. Teljesen középen maradsz. Teljesen jelen vagy. Nem akarod a problémát megoldani. Majd a probléma eltünteti az önképet, amiből keletkezett. Tehát a zen aktiválja a lélek öntisztító folyamatát. És ezért kell úgy csinálni, hogy mindenféle gondolat nélkül csak a meditáció módszerét gyakorolva, és nem akarok berhelni, nem akarok csavarhúzóval karmát szorítani vagy lazítani. Mert nagyon sokan ezt csinálják, és lehet látni, hogy akkora racionális gépezetet üzemeltet meditáció közben, hogy be nem fér az ajtón. Külön kocsit kell hozzá mellékelni, olyan súlyos gondolatrendszer van belül. Ezt mind tett félre. És akkor van egy olyan érzés, hogy a dolgok maguktól a helyükre kerültek. Azok mindig is a helyükön voltak, hölgyeim és uraim. Csak az elmét dobta szét őket nem megfelelő helyre. Leáll az elmének ez az entropikus, duális teremtő tevékenysége, és visszatérsz a teremtetlen üdvösségébe. Ez egy szakszó. És ekkor elkezd az egész nagyon más lenni, majd tapasztalod, hogy mennyire más. Hogy meditáció, leborulás és mantrázás, tehát így. És ülés, és koan interjú, és munka. És utána mókus figyelés a fákon. Kettő is van nálunk. Ők egy pár. Ez nem derült eddig ki. Esküvőt nem kértek. Nagyon gyorsan mennek, és ilyen kis szinkron ugrálás van, de van örvös galamb pár is nálunk. Azok biztos, hogy nagyon régóta együtt vannak. Évek óta látjuk őket. A fecskék, azok meg csúcs. Tehát azért gyakorlunk a természetben, mert a természet működése megtanít arra, hogy az embernek is van egy természete, amelyet ha nem piszkol be, nem üt szét, nem bonyolít túl, ugyanolyan természetesen tudunk embermódjára működni, ahogy a fauna és flóra körülöttünk. Jó? Ezért is gyakorlunk ott, mert a természet a legnagyobb tanító és gyógyító. Egyéb kérdés? Én az előző életbeli karmákról szeretném, hogyha bővebben beszélnél, hogy miért van az, hogy elveszítjük a tudatunkat, de visszük a karmát magunkkal. Azért van ez így, hogy ne őrüljünk meg. Tehát itt kialakuljon ez az identitás, amit te most ennek az önmagadnak hiszel, és aztán ahogy azt Jungéktól kezdve egészen mostanáig pszichológusok és pszichiáterek generációi tapasztalják és tanítják, az archetipikus valóság a tudatküszöb alól elkezd kopogtatni, üzenni, serkenteni, sugdolózni, attól függ. Minden egyes tudatréteg, amivel te azonosulsz, tudatosan vagy tudattalanul, az egy előző életbeli karma. Honnan máshonnan került volna beléd, mint az akkori szemeden, füleden, orrodon, szádon és egyebeden keresztül? Megkötötted a duális tapasztalásra, hogy ez neked nagyon jó vagy nagyon rossz, és ezáltal az éned részévé tetted. Amikor meditálsz, ennek a fordítottja zajlik, megjelenik a tapasztalás, általában a negatív szokott, mert a fájdalom arra hallgatunk a legjobban, pedig állítólag boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, de nagyon nem így működünk. És mihelyt a dualitást kiveszed belőle, megszűnik az éned részévé válni. Emlékként ott van, de teljesen semleges. Már nem fáj, és nem is okoz örömet. Tehát visszatért abba az univerzális vagy kozmikus tudattalamba, amely már nem a te műved, a viszony nem a te műved. És mint emlék bármikor hozzányúlhatsz, de önmaga már nem jön föl. Tehát a meditáció fordítottja itt ezeket a felvett identitásokat, szenvedésteli duális karmákat kioldod, mert a maguk ilyenségében meglátod, az okozatiságot tudomásul veszed, a teremtésüket, újrateremtésüket megszünteted, és ezáltal megszabadulsz. Tehát minden, amit a drágalátos tudattalanodban viszel, amit nem ebben az életedben raktál bele, az az előző életeknek a megkötött identitása, és ez az, ami téged a jelenlegi családodhoz, országodba, anyanyelvedhez, testedhez hozott le. Ezeket hívom a lélek irányvektorainak. Megnézed, ezek a vektorok vágyból és haragból vannak összerakva.
valamire vágysz, és valamitől óckodsz. Valamit meg akarsz teremteni, valamit el akarsz törölni. Ezeknek az eredője az, hogy te most hova születtél. Kikhez, mikor, milyen körülmények közé. És hogyha ezen változtatsz ebben az életedben, akkor nem csak ismétled a mintázatokat, hanem egy új mintázatot tudatosan fölveszel. És itt azért óvnék attól, hogy valaki csak ilyen kis önmegvalósító szerszámkészlettel reszelgesse a saját énségét, és csak ebben merüljön ki a gyakorlata, mert ez valójában az egófal vastagítása. Tehát ez, amit mondtam, mint lélektisztulás és karmaváltozás, ez egy sokkal nagyobb egésznek a része, amelyet úgy hívunk Mahajána mondatta, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ennek a része az, hogy te önismeretet, önfejlesztést, önmeghaladást élsz át. Mert enélkül nem megy. De ha csak ez van, akkor visszahullasz a saját énségedbe. Akkor már nem volt szó másról. És mások szenvedése, a beléjük investált karmád, az viszont visszacsap. Értjük? Ezért a személyes megszabadulás nem képzelhető el más lények önzetlen segítése nélkül. Most nagyon prózai voltam, és egyáltalán nem romantikus. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Eredetileg az életfeladatról szerettelek volna kérdezni, és arról, hogy az életfeladatunkat hozzuk, vagy itt választjuk, de hogy hallgatlak, kezdett kialakulni bennem az a gyanú, hogy sokkal fontosabb az, hogy valamit hogyan csinálunk, mint azt, hogy mit csinálunk. Hát azért nem mindegy. Tehát, hogyha téged most felkérnének tömeggyilkosnak, és nagyon szakszerűen lehetne csinálni, gondolom azért nem vennéd igénybe a lehetőséget, és hogyha már egy olyan például templomot építhetnél a két kezeddel, mert az ácsmesterség elérne hozzád, akkor biztos megpróbálnád jól csinálni. Tehát az életfeladat az megint csak az összes korábbi karmád vonzalma, hogy mi leszel te, tűzoltó, katona, vagy vadakat terelő juhász, ez mind benned van, mint korábbi tapasztalás, vagy a tapasztalásokból levont következtetés, hogy én biztos, hogy többet nem akarok, például XY lenni. Mert ha most mondok valamit, akkor biztos, hogy megsértek valakit, ez nem cél. Tehát biztos, hogy bizonyos szakmát, bizonyos identitást már nem akarsz elvállalni. Ez is egy korábbi negatív tapasztalat eredménye. Vagy az, hogy biztos, hogy pilóta szeretnél lenni ebben az életben, el is mész, meg is tanulod, meg is valósítod. Az életfeladat az az, amit tényleg válasz, amilyen avatárral te azonosulni tudsz. Azért hidd el, én átnéztem ezt a rendszert egy párszor, és hogy van-e alternatíva, és rengeteg alternatíva volt, van és lesz, de azokban nem tudok annyira hinni, mint ebben. Ezért csinálom ezt, holott hidd el, keskeny az út. De hogyha jól csinálod, neked is keskeny lesz az út, mert azon tudsz nagyon fókuszáltan haladni, és nem állandóan jobbra-balra nézni, hogy lettem volna ez is, lehettem volna az is, meg amaz is, miért nem lettem? Na ez mind energiaveszteség. Tehát találd meg, mi az utad, találd meg, mi a célod, szolgálj és segíts vele másokat, ez kitűnő életfeladat. De az, hogy te a korábbi karmát függvénye legyél, mint a gép, az nem megoldás. Engem sokat bántottak, és úgy érzem, hogy annak, aki bántott, meg tudtam bocsátani, de hogyan tudok megbocsátani magamnak, amiért hagytam magam bántani? Ugyanúgy. Ha az elkövetőnek meg tudsz bocsátani, akkor az áldozatnak is meg kell bocsátanod, aki te voltál. Ezzel választódsz le az áldozati szerepről. Ha csak az elkövetőnek tudtál megbocsátani, de az áldozatnak nem, akkor bevonzol egy újabb elkövetőt. Tehát az az éned, amelyik hagyta magát így bántani, már az sem te vagy, de tárolod magadban. Azért, hogy az ne húzzon téged vissza, ezért meg kell bocsátanod az éned akkori állapotának, hogy áldozattá vált. És ezáltal tudod a hitrendszerből kiemelni. Ezáltal már nem hiszed el, hogy ez te vagy, és így meg tudsz változni. Az igazi mesterség, hogy se áldozat, se elkövető ne legyél. Általában belecsúszunk egyikbe vagy másikba. Honnan tudod, hogy ez megtörtént? Kijelentett széttárt karokkal, nem tehettem mást.
innen tudod, hogy vagy elkövetővé, vagy áldozattá váltál. Ha úgy érzem, hogy tehettem volna mást. Az a múlt. Most tegyél mást. Köszönöm. Szívesen. Akkor a pillanatban benne vagyunk, és a múltat, jövőt elhagytuk, sőt a jelent is, akkor a tudatos életérzés sérül. A gondolatokhoz kötött életérzés sérül. Semmi más. De a következő pillanatban, amikor visszatér a tudat, nem tér vissza. Nincs következő pillanat. Most becsapod magad. Nincs következő pillanat. Csak ez a pillanat van, és ebben a karmák jönnek-mennek. Mi marad? Tehát vagy lábakat festesz a kígyóra, és nem csak ő, te is, mindenki. A kis gondolkodásával lábakat festünk a kígyóra, és mivel igazunk is van, ezért zoknit is húzunk rá. És mivel ezt el is akarjuk híresztelni, ezért cipőt is adunk a szerencsétlenre, 100 párat, és akkor meghal. Tehát ez a világ már úgy teljes, ahogy van, ha gondolsz bele, ha nem. Tehát az életérzés az csak a tiéd. Ha pedig nem hozol létre semmilyen illúziót, akkor az életérzés teljes. És akkor a pillanat megélését azt milyen gyakorlatokkal lehet tudatosan megélni? Zen gyakorlattal. Fantasztikus. Igen. Szungszen Zen Mester 5 nagyon fontos instrukciót adott. Ne projektálj, don't make anything, semmilyen illúziót ne hozz létre. Ne ragaszkodj a múlthoz, don't hold anything. Ne azonosulj semmivel, don't attach to anything. A másik, hogy önös akarattól mentesítsd magad, don't want anything, tehát csak magad számára ne akarj valamit. És a másik, az ötödik, a kedvencem, ez a don't check, hogy ne ellenőrizgess, ne aggódj, ne félts, semmi ilyesmit. Tehát, hogyha ezt az ötöt betartod, akkor formától függetlenül zen gyakorlatot folytatsz, mert a tudatnak az állandó dualitást teremtő tevékenységét, amelyet ez az öt mondat nagy rész lefed, te abba hagytad. Oké? Okay? Ne projektálj, ne menj vissza a múltba, ne ellenőrizz, ne akaratoskodj, és ne azonosulj. Úgy, hogy könnyű? 1000 év. Semmi gond. Pár életed van rá. Hát most gondold el, ha idáig elhúztad a szekeret, az hány élet volt? Van egy ilyen kínai mondás, hogy amennyit mentél be az erdőbe, ugyanannyit kell kifelé is menni. De legalább vidorak lehetünk, mert a szekéren nem vagy egyedül, az irány jó, fedél meg van a fejünk fölött, nincs ez a baj. De hogyha a mélyre nézel, ez egy elég súlyos tanítás. Tehát az elmét úgy kiiktatja, mint abszolút uralkodót, hogy nagyon. Tehát szerintem az ember számára a legnagyobb dolog megtanulni, szolgálni valami nagyobbat, mint önmaga. A tudatnak be kell látni, hogy az elmének sokkal jobb a szolgáló szerep, mint az uralkodó szerep. De hogy tud az elme szolgálni valami mást vagy nagyobbat, mint önmaga? Ehhez kell visszatérni a gondolkodás elé. Ténylegesen ebbe a pillanatba. És akkor a gondolkodás meglátja, hogy ő olyan, mint a halászháló. Egy logikus, analitikus, szintetikus, induktív és deduktív halászháló. És a valóság tengeréből csak fogalmi halakat tud kifogni. És a legnagyobb probléma az, hogyha a hálót összecseréled a tengerrel. Ha a valóság kell, ha a pillanat kell, ha az egyéválás kell, akkor tessék a kognitív hálót letenni, és beleugrani a tengerbe. Itt a különbség. És a meditáció most, ha tényleg az advaita vagy nem kettősség alapú hagyományokat nézed, van egy pár, a mély szerkezete a meditációs technikáknak mind ugyanazt mutatja. Felfüggeszti az akaratlagos fogalomalkotást, az akaratlagos megkülönböztetést és az akaratlagos emlékezést.
Ezek egy ideig szabadon futnak, ahogy a karma tehetetlensége diktálja, de a praxis visszahoz egy olyan tudatba, ahol még nincs név és forma, még nincs dualitás, még nincs múlt jelenjövő képzet. És ebből a nézőpontból nagyon jól látszik minden. Tehát az önvaló nézőpontjából látszik jól az önkép és a világkép. És innen az élet is, meg a halál is. Tehát ez a meditációnak úgy a mészerkezet, hogy igen, nálunk kapsz mantrát, vagy kérdést, vagy megtanítunk teret és hangokat figyelni, ez a három nagy technika van. De ezek nagyon egyszerűek, nagyon tiszták. Tehát, ha egy százas szöget szeretnél beverni a fába, több kalapácsütés kell, és mélyebbre megy. Ha egy 20-as palaszszeget, ahhoz kevés kalapácsütés kell, és nem megy olyan mélyre. De mind a kettő szög. Te döntöd el, hogy mennyit akarsz gyakorolni. Köszönöm. Szívesen. A gyakorlat területe az nekem eléggé otthonos, és ott jól érzem magam. De jó. Ellenben az emberek között, ahol a valóságban megmérettetik az ember, ott megmondom, őszintén vannak akadályok, problémák. Az illúziók között méretik meg az ember. Igen, az én illúzióim ütköznek a többiek illúzióival, és egy kicsit azzal szoktam segíteni magamon, amit a, lehet, hogy ez csak egy ilyen elmejáték, de megmondom, őszintén segít, amit a Dalai Láma mondott valamikor arra vonatkozóan, hogy azok az emberek, akik az életünkben nagy megpróbáltatást jelentenek számunkra, és a türelmünk erre van szükség ilyenkor, azok lehet, hogy rejtett bódiszatvák, akik kimondottan... Nem rejtett, biztos, hogy az. Nézd meg a családtagjaidat. Biztos, hogy az összes bódiszatva. Csak te vagy a szamszárában sínlődő, érzékszervhez kötött, illúzióktól terhelt lény. Mindenki más bódiszatva. Megy? Tudod így látni őket? Ugye, hogy nem? Hát nem nagyon. De ennek ellenére próbálom, mert megmondom őszintén, különben haragszom az egész világra. Itt a kulcs. Igen. Hogy lehet azt, hogy a másik illúzióját harag nélkül elviseljem? Ezzel a mondattal kérlek taníts. Hát akkor mégiscsak bódhiszatva. Azzá tetted? Uh-huh. Attól ő nem lesz más. De ha fölismered az illúzióját, mint illúzió, akkor már ő tanított téged. Ha meg tudod csalni, akkor alárendelt téged. Kérlek, taníts, és mindenkiből jön a cucc. Nehogy elhidd. Tehát nézd meg, hogy mindenki tanító. És amit tanulsz tőlük, az téged bölcsebb és együttérzőbbé tesz. Még akkor is, ha ennek ők nincsenek tudatában. Tehát most gondold el, valaki bevág eléd féktávon belül, te lelassítasz 160-ról 110-re 2 másodperc alatt, mit tanított ez neked? Türelmet, jó reflexeket, ítéletmentes magatartást, mert hogyha beindul a gondolkodásod, belémész. És hogy utána se átkozd el, miután lelassítottál. Tehát ez egy nagyon komoly tanítás ez, kérem szépen. Tehát hogyha minden helyzetet így igyekszel, és előbb-utóbb tudsz felfogni, akkor nem ellenségeid lesznek, hanem megtanulatlan leckékből lesz a megtanult bizonyosság. Tedd fel a kérdést, valójában mit szeretne nekem ezzel tanítani? Tudod így nézni? Nézd meg! Ez nagyon jó, egyszer tessék kipróbálni oda-haza. Most gondold el, szokásos mintázat, gomnyomogatás, ugye? És rájössz, mert belül elcsattam valami, amit alig tudsz visszafogni, hogy sikerült megnyomnia a gombodat. Mert belül a center elment. Füstfelhő van. Tűzeső van. Alig lehet visszahúzni a kezet valami erőszakosról. Az pusztítás. Na! Ő, aki ezt elkövette veled, ő tanított téged a nem ártásra. És ő tanít téged az ahimszá nagyon nemes minőségére. Ő ezt tanította neked. Úgyhogy nagyon nézzük meg, hogy milyen gombokat tud a másik benyomni rajtunk, milyen illúziókat tud elhitetni velünk, és akkor a tanítónká vált. Van egy ilyen mondás, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon,
aki visszahoz ebbe a pillanatba, az a tanítód. Köszönöm. Szívesen. Mennyire fontos, hogy tanuljam a gyakorlást? Vagy fontos. Az elején fontos. A tanulás a gyakorlásban olyan, mint amikor látsz egy nagyon jó, mondjuk vadászfegyvert, és annak van egy hosszú csöve. A tanulás az, amíg a golyó kimegy az elsütő szerkezettől egészen a csőszájfékig, azon a 60-80 centén, attól függ, milyen fegyverről van szó. Ez a tanulás. És utána már a tapasztalás, az improvizáció, az adaptáció, az az a röppája, amit a golyó leír a levegőben. És mind a kettőre szükség van. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy a zent az csak tapasztalatból lehet elsajátítani. Meghosszabbítottam a saját szenvedésemet, mert nem voltam hajlandó a technikát elsajátítani úgy, ahogy az van, hogy majd én megtalálom. Ja, akkor szenvedjé. Semmi gond. Nem kell tanulni, nem kell. Nyugodtan, sufni turing a párnán, csináld. Senki nem tart vissza. De aztán nekem ne panaszkodj. Tehát én azért magamban bíztam annyira, hogy tanultam is meditációs technikát, de nem akartam túltölteni magam, és aztán jól kipróbáltam, hogy mi hogy megy. És ki milyen alkat? Tehát aki nagyon tanítható, annak megtanítjuk. Aki nagyon önfejű, azt csinálja egész nyugodtan. Semmi baj. Amíg vissza és visszatér a párnára, és újabb meditációt vállal, addig halad az úton. Ezért szoktam mondani, nincs egyetlen felesleges perc sem a dharma teremben. Nincs rosszul elvégzett meditáció. Az egyetlen rosszul elvégzett meditáció az, amit nem végzel el. Semmi más. Úgyhogy igen, meg lehet tanulni a technikát, meg is kell tanulni a technikát, és aztán pedig, ha olyan helyzet adódik, nem szabad ragaszkodni a technika formájához, hanem az irányához. És akkor tudsz alkalmazkodni és fókuszt tartani egyszerre. Tehát akkor érdemes gyakorolni, és aztán tanulni, aztán gyakorolni és tanulni. Először érdemes tanulni, aztán gyakorolni, az alatt sokat felejteni, és ezután újat tudsz tanulni. Új bort új hordókba. Emlékezz, hogy legnagyobb tanítom, mit mondott itt nyugaton. Új bort új hordókba. Ezért kell a tudatot kiüríteni. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Azt kérdezném tőled, hogy hogy lehet egy olyan kis lényt várni, aki nem sokára meg fog születni, úgyhogy hogy segítsek abban, hogy minden jó legyen, és hogy érezze azt a szeretetet, meg azt, hogy ez a világ azért csak-csak jó. Hát rengeteget tehetsz érte. Elsősorban kimondhatod felé, hogy téged várunk, és téged szeretnénk a világra hozni. És szeretünk és segítünk utadon. És a lélek az a leszületés köztes létében is érzékel. Nagyon. Mindent. Tehát amilyen gondolattal és érzelemmel fordulsz felé, azt ő elraktározza. És amikor tudatosabb lesz az élete, vissza is fogja adni. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen lényt szeretnél belőle faragni, és szeresd úgy, tanítsd úgy, segítsd úgy, hogy az a lény legyen, akihez te szívesen megszületnél. Akinek lennél a lánya. Így. Úgyhogy rengeteg, sok jó dolgot tehetsz. A világot nem változtathatod meg, de magadat és ezzel őt, igen. És utána pedig, ahogy az életét kíséred, szép lassan, ahogy a tudata bírja az érzékenység mellett az erővel, fel lehet ébreszteni, hogy valójában hova született. Ahogy az idő halad, az ember érik, teszi fel a kérdéseit, és ha jól válaszolod meg, egy újabb illúzió réteg pattan le róla, egy újabb lépést tesz a realitás felé úgy, hogy közben tisztelt téged és hálás. Ha nem, akkor a feltett kérdésre valamilyen gyengítő, kímélő
illuzórikus válasz érkezik, és a tudatod bezáródik. Bezáródik, és egy idő után nem fog kérdezni, mert azt mondod, amit szerinted őneki hallania kell, de valójában az nem igaz, hanem kikímélted. Kegyes hazugsággal illúziót teremtettél. És ez az, amit a gyerekek később megbosszulnak. Úgyhogy mindig csak részigazságokat tudunk kimondani. De az legyen igaz. Mekkora részét tudod a valóságnak úgy kimondani, hogy ez épp nem fáj? A válasz az, hogy amit épp be tud fogadni, amire kíváncsi, és pontosan annyi, hogy meg tudja emészteni. És ha jól csináltad, akkor jön a következő kérdés, mert érzi, hogy igaz. És az együttérzés és bölcsesség középútjával kell ezt tenni, és ami a legfájóbb, amikor eljön az autonómia pillanata, el kell tudni engedni. Úgy, hogyha ezt megfelelő módon, időben és helyen teszed, akkor pontosan a megfelelő irányba indul el, és látszólag elköszön, de végig veled marad, és egyszer hálával visszajön. Nem tarthatod magad mellett, akármilyen is a kapcsolat. Úgyhogy van egy formatív időszak, van egy tanuló időszak, és utána el kell engedni, és egyszer visszajön, és akkor megköszönni, ha jól csináltad. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Ott melletted? 3 gyerekem van, egyedül vagyok velük, és hogy lehet helyesen gyakorolni, úgyhogy a formális meditációt is tartsam, vagy tudsz-e tanácsot adni, hogy mi az, ami a legfontosabb? Mert néha úgy érzem, hogy nem megy minden egyszerre. Hát egyszerre nem megy minden, de 3 gyerek, hát maxi tiszteletem, tehát ez valami hihetetlen vállalás. És hát most a szokásos, hogy korábban kell kelni, mint ők. Mert utána a nap akár velük, akár tőlük picit távol telik, az ő jegyükben van. Tehát korábban kell kelni 1 órával, mint ők, és elvégezni a leborulás, éneklés, ülés gyakorlatát, és akkor jönnek ők, és akkor már tisztább tudattal jön be anya a szobába. Felkészült ebben, és még akkor is, hogyha a meditációban az aznapi teendő listait záporozik, meg a különböző opciók, akciók ottan sorakoznak, akkor is a tudatod tere tágabb lett, tisztább lett, a tükör szilárdabb lett, torzítatlanabb lett, és ezáltal segítettél nekik és magadon egyaránt. Este 3 gyerekkel, nem tudom, mert találhatsz-e olyan órát, amikor még nem vagy hullafáradt, de ők már alszanak, és tudsz egy picit úgy magaddal foglalkozni, hogy az álomvilág az ne legyen nagyon terhelt. És néha meg kell oldani azt, hogy időt kérj. Nem tudom hány évesek, ezt eldöntöd, hogy ki mit bír közülük, és amennyit a nélküled elbírnak, annyi időt kell kérni, és valaki helyettesítőt találni, és eljössz formálisan meditálni csoportba. Na, az tényleg olyan, mint a magas nyomású mosó, ott nagyon sok minden lejön. Úgyhogy ezt kell tudni, hogy otthon, és egy kicsit távolabb is, a meditáció segít főleg érzelmi állóképességet adni. Amennyire szeretjük a gyerekeinket, olyan elképesztő keményet tudunk néha tőlük kapni. És úgyhogy nem is tudják, csak kiosztják. És akkor nem szabad összetörni. Akkor ő ezt tanította. És te erre mit tanítasz? Csak az, hogy ez fájt? Ez elégtelen. Ennél jóval több kell, és valahol kevesebb. Úgyhogy tényleg fantasztikus a vállalásod, a helyzet mindig megoldható, és tessék ezeket a gyakorló órákat megtalálni, illetve a gyakorló napokat vagy hétvégéket az otthontól távol. És akkor a gyerekek megtanulják, hogy egy jobb anyukát kapnak vissza. Nem ezzel a szavakkal, csak boldogabb lesz kicsit, kisimultabb meg. Jobban mosolyog, meg minden. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés, hölgyeim és uraim. Engem a tudatalatti kiüresítése érdekelne, hogy... Az engem is. Hogy milyen gyakorlattal lehetne ezt kicsit meggyorsítani? A jéghegy gyakorlattal lehet ezt csinálni.
A tudatalattid olyan, mint a jéghegynek a 90%-os vízfelszín alatti része. A tudatos 5, jó esetben 10%, de nagy részünknél még az 5-öt se érjük el, az a vízfelszín fölötti része. És hogyha például mantra gyakorlattal, leborulás gyakorlattal, vagy tényleg nem gondolkodó meditációval dolgozol, akkor az olyan, mint a meleg tengervíz, ami elkezdi alul olvasztani a jéghegyet. Tehát elkezdi az azonosulásokat szépen törölni, elkezdi az illúziókat lehántani. És akkor egyszer csak, ahogy ezt a természetben is látjuk, megfordul a jéghegy, amikor már nagyon-nagyon kicsire olvadt. És ekkor változol meg. De ez úgy, hogy évekig esetleg semmi érdemleges a felszínen, csak bizonyos részletek elkezdenek változni, már másképp beszélsz, már másképp reagálsz, gondolkodásod kezd változni, de az igazi fundamentális személyiségváltozás az magadtól következik be, és nem valami külső behatásra. Ezért tart tovább. Ha meg lehetne csak úgy kapni tablettában, vagy egy ilyen kis zen egységcsomagban, amit hazaviszel, fölbontasz, összeraksz, kiteszed az asztalra, és a Buddha egy tiring, hát akkor milyen egyszerű lenne? De nem, ez a belül elvégzett munkával egyenesen arányos. És a tudatalattit, azt kérem, nem lehet csak úgy megsemmisíteni, kiüríteni úgy lehet, hogy a ragaszkodásokat, azonosulásokat megszünteted, és így az emlékek az előbbi válasz értelmében semleges, nem meghatározó állapotba kerülnek. Tehát már nem kötődsz hozzájuk, azok rendelkezésre állnak, de nem határoznak meg. Nem érzed azt, hogy a múlt árnya téged ott üldöz, és az ősök pedig vasvillával kergetnek, mert nem tisztelted őket. Ugye? És éppen ezért a zen nem programozza újra a tudatos személyiséget. Tehát ez nem az az út, ahol a felső 5-10%-át a jéghegynek te így szépen vésővel, meg késsel egy ilyen jégszoborrá szépen átalakítod. Miért? Mert azt a felső 5-10%-ot az alul lévő 90% fogja meghatározni, mint archetipikus valóság. És ezért kell úgy azzal az azt mondom, természetesen született alázattal gyakorolni, hogy te nem vársz rögtön gyors eredményt. Épp elég, hogy letisztulsz. Épp elég, hogy tisztábban látsz, hallasz, szagolsz, stb. Ennek elégnek kell lenni egy jó darabig, és a pillanat ereje nő. A tudat tisztasága nő, szilárdsága szintén nő. És innentől kezdve, hogy a tudattalanodban mi történik, majd megmutatkozik. De a koan praxis, az tényleg a tudattalannak a, azt mondom, egy olyanféle újrakondicionálása, amihez hasonlót nem láttam sehol máshol. Tehát a koant, mivel paradox, nem a felső 10% tudatos gondolkodásával oldod meg, hanem azzal az intuícióval, amely valahonnan a vízfelszín alól jön, a tudatfelszín alól jön, mostani meglátásom szerint úgy mondom, amikor már kritikus tömegű jég leolvadt a víz alatti részről, akkor kapcsol be az intuíciód. Egyébként nem, egyébként csak a karmádat csűrölgeted jobbra-balra. Ezért kell gyakorolni. Oké? Okay? No kérem, ezek szerint mindenki boldog, mindenki megelégedett, és a Buddha hírének biztos tudatával megy haza. Nem. Ebben a teremben mindenki meg fog halni. Ezzel a tudattal menj haza, légy szíves, jó? Nem tudod mikor, nem tudod miként, de egyszer ezt a testet itt hagyod. És ha ez megvan, és nem félsz tőle, akkor tényleg a gyakorlat útján vagy. Ha pedig még félsz tőle, akkor pedig tényleg gyakorolni kell. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét. Örülök, hogy Pécsen újra megnyithattuk a darmát, és szeretettel várunk mindenkit eseményeinkre, gyakorlatainkra. Köszönöm a figyelmet!